A karácsony az ünnepek ünnepe, így természetes, hogy a szépkorúakra az adventi időszakban még inkább odafigyelnek a gondozási központban, ahol december 19-én meghitt hangulatú ünnepséget szerveztek. A rendezvényen több önkormányzati képviselő is megjelent, a gondozási központ aulájában felállított díszes karácsonyfa mellett foglaltak helyet Hamrák Zsófia, dr. Nemes Andrea és Szabó István képviselők, hogy együtt legyenek az ünnepárásban a városépítő, nyugalmazott polgárokkal. A szépkorúak ismét készültek egymásnak és vendégeiknek verses köszöntővel. Mit is tudnék mást kívánni néktek? Legyen boldog karácsony estétek! Utatokat a jövendő évben bánat, könyv, messze elkerüljen. Legyen gazdag terített az asztal, boldogságot hozzon csak az anyja. A szívhez szóló gondolatok láthatóan megérintették az időseket. A közös ünnepárásban elcsendesedve figyelték a klubtársak minden gesztusát. Gyertyát is gyújtottak, mely kézről kézre járt, gondolatban egymáshoz intézett jókívánsággyanánt. Majd megfogták egymás kezét, így kívánva boldog ünnepet egymásnak. Az ünnepi mozzanatokat követően az intézmény ajándékkal lepte meg a vendégeket. Minden szépkorú is kapott ajándékot, melyek átadásában a képviselők örömmel közreműködtek. Az intézmény munkatársai természetesen karácsonyi édességgel is megkínálták a klubtagokat. A rendezvény baráti beszélgetésekkel zárult.